A Föld sója közép-európai keresztény találkozó 1991-es indulása óta 3 évente kerül megrendezésre. Az alkalom során közép- és kelet-európai egyházak tagjai együtt hallgatják Isten igéjét, de emellett a házigazda város kultúrájával is megismerkedhetnek, valamint rengeteg izgalmas programon vehetnek részt. A 2014-es boroszlói találkozó után idén Budapest rendezhette meg a több ezer látogató érdeklődésére számot tartó eseményt július 7-e és 10-e között a Tüskecsarnoknál. Ahogy azt Fabinyi Tamás, evangélikus püspök is elmondta, idén több mint 3000 regisztrált résztvevő érkezett a Szélrózsa minden irányából. 25 éve vannak ezek a találkozók. Eleinte még 3 évente volt és Németországban, Dresda környékén, a volt NDK területén, aztán egy idő után már Csehországba került át, aztán Pozsonyba került, aztán Dresdában volt megint, utána legutoljára pedig Breslauban, Vroclavban, vagy magyaros nevén Boroszlón, és akkor vállaltuk, hogy átvesszük a stafétát. Gács Péter püspök úr, kollégám vette át a stafétát az egyházunk nevében, hogy 2016-ban mi rendezzük az alkalmat, de egyúttal már 2017-re, a reformáció 500. jubileumára tekintünk előre. A regisztráció alapján tudjuk, hogy az a több mint 3000 ember az különböző szomszédos országokból jött, nagyon sokan Szlovákiából. Ők egy nap késéssel érkeztek, mert Békés Csabán tartottak egy összszlovák találkozót, mindenhonnan Európából, sőt a tengeren túlról is jöttek szlovák evangélikusok, és akkor úgy csatlakoztak a mi találkozónkhoz, Csehországból, Lengyelországból, Németország különböző tartományi egyházaiból, elsősorban a volt NDK területéről, de Bajorországból is, meg Észak-Németországból is azért jöttek. Azután Ukrajnából nagyon sokan, részben Kárpátaljáról, részben az igazi ukrán területről, nem magyarok, de evangélikusok. Azután jöttek még olyan egyéni érdeklődők Finnországból, Svédországból, Egyesült Államokból többen, de még vietnámiak is vannak, például egy amerikai asszonynak a házastársa és a gyermekei így vietnámiak, és ők is eljöttek, és mondták, hogy a jezsuita kollégiumban vannak, és nagyon örömmel látják, hogy itt az egyházak milyen jól együttműködnek, hiszen Vietnámban nagyon sokáig nem volt lehetőség a szabad vallás gyakorlásra. Azért mondhatjuk, hogy tényleg a világ legtávolabbi szegletéből is akkor van itt érdeklődő, illetve látogató. Én nézegettem a műsorfüzetet, és nagyon színes, nagyon sokrétű, nagyon érdekes programok vannak. Mi az, ami az ön szívéhez különösebben közel áll, vagy amit jó szívvel ajánlana mindenkinek, aki itt van, hogy ezt feltétlenül meg kell nézni, akár a témája, akár az előadó miatt, vagy az aktualitása miatt? Az Isten tiszteletekre külön is hívogattunk mindenkit, a nyitó és a záró Isten tiszteletre, hiszen az az igazi nagy tömegalkalom, és szeretnénk jó értelemben demonstrálni azt, hogy sokan vagyunk, kisebbségi egyházként, de mégis azért, ha összefogunk, akkor meg tudjuk magunkat mutatni. Az evangélikus egyháznak ez is Magyarországon a jelszava, hogy láthatóan evangélikus, tehát valahol azt a láthatóságot szeretnénk így képviselni. És általában a lelki alkalmakat nagyon fontosnak érzem, a napi biblia tanulmányokat, a különböző meditációs alkalmakat, mint csendsátorba való visszavonulás lehetősége, vagy fiatalok nyelvén áhítatok, vagy táncmeditáció, egy új forma, hogy hogyan lehet expresszív módon mozdulatokkal a vallási érzelmeket is kifejezni. És nagyon sok ilyen lelki program van, teológus hallgatók vagy lelkészek szolgálatával, de legalább ilyen sok a társadalmi program, és ezeket igyekszünk egyensúlyban tartani a lelkiek prioritásával, de azért mégis a közéleti szerepvállalás hangsúlyozásával. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy kilépünk a templom falai közül. A szószoros értelmében is, hiszen itt az egyetemi városban, itt a sportcsarnokban és egyetemi épületekben vagyunk. Ez az egyház számára azért még mindig szokatlan, hogy nem a templom védett falai között, hanem nagyobb nyilvánosság előtt lehetünk jelen. De a témáinkkal is, a migrációval, bevándorlással, menekültkérdéssel foglalkozunk nagyon sokat, akkor olyan társadalmi kérdésekkel, mint munkanélküliség, vagy bioetikai kérdések, környezetvédelem, ezek mind nagyon fontosak, hiszen azt akarjuk ezzel bizonyítani, hogy az egyházi emberek, akár lelkészek, akár elkötelezett hívő világiak hozzá akarnak szólni közéleti, társadalmi, adott esetben politikai kérdésekhez is. A korábbi alkalmak számos nagyszerű témát dolgoztak fel, idén a Ti vagytok a Föld sója motto lett az egyházi rendezvény hivatalos kísérője.
A föld sója nem csak a bibliai jelentést hordozza magában, hanem sok más értelmezése is lehet. Egyben a közelgő reformációi évfordulóra is utal, hiszen a reformációi tanok is kicsiben indultak, mégis megváltoztatták a világot. De ez a bibliai ige sokszor az egyházak hívő kisebbségi helyzetére is rámutat, azt sugallva, hiába érzi magát valaki kicsinek, gyengének, Isten ereje éppen ő rajta keresztül mutatkozik meg. Mit gondol a találkozóról? Sikeresnek gondolja ezzel a több mint 3000 emberrel, aki ellátogatott ide, és mi az az érdekes program, amire ön is hívná az itt lévőket, hogy feltétlenül meg kell hallgatni és meg kell nézni? Hát többféle minőségben vagyok itt, elsősorban magánember, és annak nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk Európa különböző pontjaiból, mert ma, amikor úgy érezzük, hogy emberek élik a kis maguk életét, elég bezárkózottan, az individualizmusnak egy olyan időszaka van, amikor nem annyira egymásra figyelünk, mint a saját érdekeinkre. Itt emberek találkoznak, egymásra figyelnek, egymásnak örülnek, és hát a kereszténység csodája azért hozzájön, hogy ha idegenekkel találkozunk, akkor is testvérként köszönhetjük egymást. Na most ilyen hangulatban persze az ember szívesen körülnéz egy ilyen hallatlanul gazdag programkínálatba, itt viszont nem tudom megtagadni magam a Reformáció Emlékbizottsági munkás mi voltomban, hiszen a reformáció, és ugye ezt egyre inkább érezzük itt a 500 éves jubileum küszöbén, arról szól, hogy hogyan újulhatott meg egy közösség, és ez a megújulás aztán hogy sugárzott ki egy sokkal szélesebb közösségre, és valahol ezt érzem itt ezen a találkozón is. Maga motto, ugye a Jézusi mondat, hogy ti vagytok a föld sója, már elárul valamit, hogy az egyháznak, benne az egyes embereknek az élet küldetése, a krisztusi mandátuma, az nem arról szól, hogy legyenek magukban úgy jól, elérezzék jól magukat, egyfajta ilyen wellness kereszténység, hanem arról szól, hogy hogyan tud az ember a másikra figyelve, a másikért élve megtalálni saját magát, és a saját feladatát ebben a világban, amitől aztán otthon érzi magát kisebb-nagyobb közösségében. Tehát ez a motto, ez fantasztikus lehetőség most arra, hogy egy kicsit tükörben nézzünk, hogy tényleg ezt a küldetést be tudjuk-e tölteni, tudunk-e ízt adni a szélesebb közösségnek, ha nem, akkor felmérjük azt, hogy mik azok a pontok, ahol változtatni kell, tehát egyfajta önkritikára indít ez a találkozó, ugyanakkor pedig a közösség, a tömeg, az egyes előadások, az itt megszólaló különböző kulturális csoportok mind-mind valami módon lelkesítik az embert arra, hogy érdemes ezt a küldetést betölteni, érdemes azon spekulálni, hogy hogyan tudunk másokért élve, hogyan tudunk másoknak segítve a mindennapokban jó döntéseket hozni, akár a családban, akár a gazdasági életben, akár a munkánkban, akár a pihenésünkben, vagy a szórakozásunkban. Ha végignézzük ennek a találkozónak a programjait, akkor az egész komolytól bibliatanulmányokra gondolok, nagy elméleti előadásokra gondolok, az egész laza és oldott dolgokig egy jazzkoncertre, vagy éppen arra, ami most zajlik a nagy színpadon, egy humoristának a műsorára. Mind-mind arra való, hogy az embert ilyen értelemben lelkesítse, és lelkes emberből nagyon kevés van manapság, nagy szükség van erre, azt hiszem, hogy egész Európának, Magyarországnak is, magyar egyházaknak is, és ha itt egy kicsit fel tudunk tankolni, egy kicsit fel tudjuk tölteni az akkumulátort, annak biztos jó hatása lesz, és hogyha 500 éve jó nagy kisugárzással elindult egy megújulási mozgalom, akkor hát, ha ez az időszak is lehet egyfajta ilyen lelkesítő, egyfajta ilyen új lendületet adó időszak, mindenkinek a javára válna. A mottót járta körben nagyszerű, szívhez szóló és szellemes előadásában Pál Feri atya, aki térműtétje után nem sokkal érkezett a föld sójára. Előadásában a kicsinyek nagyságát hangsúlyozta, mely azt jelenti, hogy minden élethelyzetben adhatunk valamit embertársainknak.
Isten elhivatottságot, feladatot adott nekünk, mégpedig azt, hogy a Föld sójává legyünk az elkötelezettség, emberi gyarlóságunk felismerése, empátia, szolidaritás és bölcsesség által. Más, sajnos kiemelt aktualitással bíró témák is terítékre kerültek. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára Keresztény üldözések a világban című előadásában naprakészen, adatokkal alátámasztva vázolta fel, milyen irányt vettek az erőszakos és vallásszabadságot sértő tettek világszerte. Rámutatott, hogy habár ezek az események, gyilkosságok, templomrombolások nem Európában következtek be, fontos tisztában lennünk ezekkel a folyamatokkal. Előadása több kérdést is felvetett. Mit tehetünk keresztény testvéreinkért? Tehetünk-e egyáltalán bármit? Melyik a leghatékonyabb segítség? A missziós szervezetek anyagi támogatása, vagy a személyes jelenlét azokban az országokban, ahol a keresztény hívők komoly veszélyben vannak vallási hovatartozásuk miatt? Az Ökumenikus Segélyszervezet közismerten széleskörű tevékenységet folytat, amelybe beletartozik a hazai szociális intézmények működtetése, de emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb körben támogassuk a külföldi országokban nehéz helyzetbe került embereket, akár humanitárius természetkatasztrófára gondolunk, akár egy háború nyomán kialakult katasztrófára gondolunk. És a Föld sójára mi azt az adománygyűjtő kampányunkat hoztuk el, illetve abban próbálunk segíteni, és arra próbálunk itt erőforrásokat, anyagi forrásokat gyűjteni, hogy Irakban az iraki belső menekülteknek segítsünk, akik az iszlám állam térnyerése elől menekültek el Moszulból és a környező falvakból békésebb területekre, kurdisztáni észak-iraki régióról beszélek, illetve nagyon sokan Szíriából is menekültek Kurdisztánba, Észak-Irak területére, és nekik próbálunk segíteni abból az adományból, azokból az adományokból, amit összegyűjtünk. Egyébként a segélyszervezet már 2014 óta folyamatosan támogatja az észak-iraki belső menekülteket, és ebben az évben néhány héttel ezelőtt nyitottuk meg az irodánkat Erbilben. És mit lehet tudni arról, hogy körülbelül milyen nagyságrendű ez a támogatás, amit ez alatt a két év alatt sikerült összeszedni? Hát a reményeink eddig körülbelül egy olyan 20 millió forint az, amit tudtunk 2014 óta a belső menekültek támogatására fordítani, de hát reményeink szerint a mostani adománygyűjtéssel és a későbbiekben is próbálunk erre fókuszálni, hogy minél több forrás gyűjtsünk, és ott próbáljuk megoldani a menekült kérdést, ahol ez keletkezik, illetve azokon a biztonságos területeken, hiszen Észak-Irak, a kurdisztáni terület azért a aránylag biztonságos, és próbáljuk az embereknek az ott megélhetését, illetve a felszabadított területekre való visszatelepülésüket is elősegíteni. Itt egy hatalmas munkáról van szó, és hát nyilván ez egy nemzetközi összefogást kíván, és mi is együttműködünk az ottani helyi részben keresztény szervezetekkel, keresztény hátterű szervezetekkel, nagyon sok helyi egyházzal, kárt katolikusok, asszirkeleti egyházzal, ortodox egyházakkal működünk együtt, tehát emellett természetesen együttműködünk az ottani ENSZ szervezetekkel is, és így egy nemzetközi összefogásban azt lehet mondani, hogy mindenki kiveszi a részét abban, hogy az ottani az embereknek segítsünk. És hát az is egy nagyon nagy probléma, hogy a kurd régió annak ellenére, hogy ott egy komoly olajkitermelés folyik, de az olajárak csökkenése miatt, illetve hát a több mint 1 millió belső menekültről, több mint 1 millió embernek az ellátásáról beszélünk. Tehát ez a kettő annyira leterheli a kurd kormányzatot és az ottani erőforrásokat, hogy külső segítség nélkül képtelnek ennyi embernek a napi szintű ellátását, lakhatását megoldani. És hát ehhez az összefogáshoz, ehhez mi is már csatlakoztunk, és arra kérünk mindenkit, hogy aki tud, lehetőségeihez mérten támogassa a munkánkat, és a honlapunkon a www.segélyszervezet.hu honlapon tud tájékozódni arról, hogy hogyan tud hozzánk csatlakozni mindenki. Az Idegen voltam és ti befogadtatok elnevezésük pódiumbeszélgetés során olyan önkéntesek osztották meg személyes tapasztalataikat, akik a Magyarországra érkező menekülteknek segítettek testközelből. Vajon tényleg olyanok a menekültek, ahogy azt a média bemutatja? Hogyan látja mindezt a fotós, aki megörökített rengeteg szép és kevésbé megkapó pillanatot, hónapokon keresztül követve a menekültek útját, végül maga is segítőnek állva?
milyen élményeket szerzett a diakónia. Hálószövés címen szerveztek pódiumbeszélgetést is a hátrányos helyzetről, a lemorzsolódásról és a lehetséges megoldásokról. Krámer Györgynek, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodavezetőjének a hátrányos helyzetről az az első élménye jutott eszébe, amikor gyerekként megkérdezte, hogy egyes emberek miért néznek más szemmel más, tőlük különböző társaikra. Varga Márta, az Evangélikus Egyház nevelési és oktatási osztályának vezetője, személyes élmények alapján úgy definiálta ezt, hogy a hátrányos helyzet legtragikusabb összetettsége abban áll, hogy a felnőtt figyelmet nem kapják meg a társadalom perifériáján élő gyerekek. Lázár Péternek, aki maga is megélte gyerekkorában a hátrányos megkülönböztetés legkülönfélébb formáit, és ma a Kedvesház vezetőjeként dolgozik, elmondta, hogy a Kedvesház egy olyan hely, ahol jó gyereknek lenni azoknak is, akiknek otthon a szüleik nem tudják megadni mindazt, amit más családok igen, s bizony neki is mindig jól esett, ha adódott segítő kéz. Olá Róbert, a Roma Szakkollégium munkatársa is a kirekesztettség érzését találta legrosszabbnak, hátrányos helyzetű gyermekkorára visszatekintve. Mandák Csaba, a beszélgetés moderátora, a kifejezés bemutatásánál arra világított rá, hogy a résztvevők egyike sem anyagi, illetve gazdasági vonatkozásait sorolta, hogy nincs mit enni, nincs hol lakni, nincs fedél a fejük felett, hanem az érzelmi hiányokat, fájdalmakat emelték ki. Ezen gondolat mentén a lehetséges megoldás elengedhetetlen részeit képezik az esélyteremtés, még legalább 200 kedves házra lenne szükség az országban, a jó oktatás mindenkinek, a széles körű megismertetés, elfogadás és a teherhordás. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzora Éghajlat, Igazságosság és Egyházak címmel tartott nagyon érdekes előadást arról, hogy kell-e foglalkoznia a keresztény egyházaknak az éghajlatváltozással, a környezetünk védelmével. Az éghajlatváltozás teológiai kérdés? Hát nem így indult, de azzá lett, mert van közünk a Földhöz, a Teremtő ajándékához. Még szívesen azt is mondanám, hogy a kereszténységnek nem az éghajlatváltozással kell foglalkoznia, és főként nem foglalkoznia kell, mondjuk lárpurlár, hanem saját hivatásához kell hűnek lennie és maradnia, és ma ez megúszhatatlan anélkül, hogy az ember következetesen szembenézne azzal, hogy mi lett, hol tart a részben rábízott, gondjaira bízott teremtésből. A fiatalabb generációkra való tekintettel számos izgalmas, színes, szórakoztató programon is részt lehetett venni. Ilyen volt például az a busz, mely Biblia Múzeumot rejtett magában, és már évek óta járja Németországot, hogy az ifjúságot tanítsa a Biblia múltjáról. Dicsőítő koncertekben sem volt hiány, a Szélrózsa Band és a Keresztúri Fiatalok Együttese is nagyszerű dallamokkal kényeztette a találkozó résztvevőinek füleit. Könnyedebb, ám felettébb izgalmas témák is asztalra kerültek. A Templomkert projektet Veres Andrea, a kezdeményezés vezetője mutatta be, némi gasztroteológiával fűszerezve dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanárának társaságában. Ez a projekt arról is szól, hogy a szervezők egy helyre hozzák össze az evangélikus őstermelőket és potenciális vevőiket. A szervezők munkájának gyümölcse egy nagyszerű családi piknik és piac sorozat lett. Azért, hogy az összegyűlt emberekből közösség alakulhasson ki, a kóstolók ebédek mellett természetesen Isten tiszteletekre is sor kerül a Bosnyák téren tartott alkalmakkor. A Wellness spiritualitás névre keresztelt pódiumbeszélgetés a jelenkor hívőinek dilemmáit, kihívásait vonultatta fel. Manapság ugyanis divattá váltak a wellness hétvégék, mint a kikapcsolódás, feltöltekezés alkalmai. Ezekből fakadóan nagy kísértés keletkezik, hogy magát a keresztény hitünket, Istennel való kapcsolatunkat is egyfajta hétvégi programként éljük meg. Hogyan lehet ezt tudatosan kiküszöbölni? Honnantól káros, ha ez mégsem sikerül? A felettébb izgalmas diskurzusból mindenre fény derült.